Kárpátalján a legnagyobb nemzeti kisebbség ma is a 152 000-es magyarság, mely a háború kitörésétől kezdve mindenben segíti a bajba jutott ukránokat. Óvja és ellátja a mindenüket elvesztett belső menekülteket, kiveszi a részét az adományok belső Ukrajnába való eljuttatásából. A kárpátaljai magyarok egyfajta természetes hitként kötik össze Magyarországot és Ukrajnát, ezzel segítve azt az emberfeletti munkát, amit ma Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akciójaként ismerünk. 21. februárban ébredtünk. A híd. Ez a címe az MTV a kárpátaljai tudósítói csapata és a TV21 Ungvár munkatársai által közösen készített rövidfilmnek, mely az elmúlt egy év háborús nehézségeiről, a menekültek kárpátaljai befogadásáról és ellátásáról szól, illetve bemutatja azt is, hogy Magyarország hogyan segít Ukrajna belső területein. A stábok Kijevtől Ungváriig folyamatosan jelen voltak a háború kitörése utáni legnagyobb krízisben, és számos alkalommal készítettek interjúkat olyan menekültekkel, akiket kárpátaljai magyarok fogadtak be. Volt olyan eset is, amikor már épp befejeztük az egyik forgatást az egyik menekült szálon, és odalépett hozzánk egy Kijevből érkező idős ember, és interjú formájában szerette volna megköszönni a helyiek vendégszeretetét. Úgy gondolom, hogy ilyen helyzetben egyáltalán nem számít az, hogy milyen a két ország közötti kapcsolat, hiszen az ideérkező menekültek a saját bőrükön tapasztalták meg a magyarok vendégszeretetét, és a saját szemükkel látták azt, hogy a magyarországi segélyszállítmányoknak köszönhetően magyar feliratú termékek kerültek például az asztalokra. Tehát az ő hálájuk és az ő köszönetük a legfontosabb. Ukrajnában az elmúlt időszakban számos sajtóorgánum és közösségi oldal mégis azzal foglalkozott, hogy lejárassa és a többségi társadalom előtt befeketítse a kárpátaljai magyarokat és Magyarországot egyaránt. Hadi állapot idején az ilyen hangulatkeltés rendkívül veszélyes. Ezért is hiánypótló ez az alkotás, mely bemutatja a kárpátaljaiak és a magyar kormány segítségnyújtását. Hasonló módon mutatja be ez az alkotás azt is, hogy Magyarország mi módon segít a belső ukrajnai menekülteken, illetve a belső ukrajnai területeken, ott, ahol például háborús rombolás volt Kijev környékén, ahol iskolát, óvodát és egyéb intézményeket épít újjá. A filmet már bemutatták Brüsszelben, illetve a milánói magyar főkonzulátus is egy online galériában elhelyezte ezt az alkotást, így nagyon sok helyre eljuthatott ezáltal. A film első külföldi bemutatóját Brüsszelben a Kárpátaljai Napokon tartották, amit Bocskor Andrea, kárpátaljai származású EP képviselő szervezett. Lehetőséget nyújtott arra is, hogy bemutassuk a mindennapokat Kárpátalján, hogyan segítjük azokat, akik Kárpátalján leltek menedékre, és hogyan segíti a magyar kormány, a magyar emberek, mint azokat az ukrán állampolgárokat, akik bajba kerültek. A híd más néven a The Bridge című kisfilm angol felirattal a legnagyobb közösségi, valamint videó megosztó oldalon is megtalálható. A történet várhatóan idén tovább folytatódik.